Én vagyok az, aki nem akartam beszélni, csak mielőtt elindultunk a Kálváriára, polgármester úr is, a papbácsi azt mondta, hogy erről szó se lehet. Tavaly, amikor a keresztutat áldottuk meg, akkor mondottam, hogy a Szűzanya völgyében vagyunk, ez a Szűzanya völgye, azért, mert a Bordoson a Lojlai Szent Ignác tiszteletére felszentelt templomban az úti boldogasszony kerül elénk, aki velünk van az életünk útján. Csöbi templomnak a titulusa Szent István király, aki felajánlotta nemzetünket először a Szűzanyának. Székelyszállási templom Mária neve, székelyvéckei kisboldogasszony Mária születésnapja, és a Magyar Zsákodi templom Sarlós boldogasszony vizitáció Mária és Erzsébet találkozása. És akkor a tavaly mondottam, hogy Mária völgyében szükséges egy keresztút ahhoz, hogy a mindennapi életünk keresztútján a Szűzanyával együtt haladjunk mi is a saját útjainkon, és amikor a polgármester úr 2,5-3 hónappal ezelőtt mondta, megosztotta velem, hogy itt egy kápolna épül. Első perctől kezdve itt voltam ennek a kápolnának a felépülésénél. Tegnap egy konfliktusba is kerültem valakivel, mert azt mondták, hogy egy 500 éves kápolnát újítottak fel, és én nem mind okoskodjak, hogy 2 hónap alatt épült ez a kápolna. Viszont amikor a titulusán gondolkodtunk a plébános úrral, a polgármester úrral, akkor született meg bennem ez a vágy, hogy az isteni irgalmasság kápolnája legyen, mert ahhoz, hogy valóban Mária völgyének az üzenetét meg tudjuk élni, és ahhoz, hogy valóban a Szűzanya völgyének a lelkiségébe betekintést nyerjünk, ahhoz nagyon fontos, megtanuljuk az irgalmat. Az irgalom azt jelenti latinul misericordia, szóról szóra így fordítjuk, a szív, amely lehajol. És úgy gondolom, hogy az, aki feljön ehhez a kápolnához, az meg kell tapasztalja, hogy a Jóistennek a szíve lehajol mindannyiunkhoz, és mi is ilyen lehajló szívűekké kell váljunk, hogyha valóban Mária népe és a Szűzanya útján járók akarunk lenni. Az igaz, hogy egyedül ez az, ami erőt adhat, és ez az, ami segíthet a nemzeti öntudatunkban, mindenben, a kereszténységünkben, az összetartozásunkban. A Szűzanya útját járva biztosan, hogy Jézusban megújulva, az irgalmasságot megélve teljessé lesz az életünk. Aki ide feljön ez a kápolnához, az nem szabad úgy elmenjen, hogy ne kössön irgalmasság szövetséget a Jóistennel. Ez az irgalmasság szövetsége elsősorban bocsánatkérés a Jóistentől, de az ő megbocsátásának is a megtapasztalása, az önmagunknak való megbocsátás, illetve a másokkal való kiengesztelődésnek is a pillanata. Mert egy családban is akkor van együvétartozás, az egész életünkben akkor van, hogyha tudunk bocsánatot kérni, ha tudunk irgalmasak lenni, és megtapasztaljuk ezt az irgalmas szeretetet. A vers elhangzása után papács odasúgta nekem, hogy na ezt a Mária völgye elnevezést senki le nem mossa már. Hát azt kívánom, hogy ne is mossa le soha a szívünkben és a lelkünkben a Szűzanya völgyének az üzenetét, a saját emberi gyarlóságunk, hanem Mária völgye, ezen faluk, ez a völgy, adjon mindenkinek reményt, megújulást, és amikor kijövünk ide az irgalmasság kápolnájához, éljük meg és újuljunk meg abban, hogy az Isten szíve lehajol a mi személyes életünkben is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!